És aztán mi végre az egész teremtés? Álljunk meg itt a kiállítás befejezésénél, és tegyük fel ezt a kérdést, amelyet az ember idősödvén, stán bölcsebbé is válván egyre gyakrabban tesz fel önmagának szegezve. Ám ezt a kérdést a tragédián kívül Madács is megfogalmazta többször. Már egyik ifjúkori drámájában, az 1843-ban, 20 esztendősen írt Férfi és nő című drámában is megfogalmazza. Mi is itt lent az élet? Pillanatnyi álomként szenvedés? Vagy álom éden? Petőfi ezt kérdezi. Eljő a kor, az általános boldogság kora. Berzsenyi hasonlóan fogalmaz. Remélhetünk-e jobb világot? Kölcsei. Mi az élet tűzfolyása? Vörös Marti. Mi az, mi embert boldoggá tehet? Kincs, hír, gyönyör. A 19. század a kérdések évszázada volt. A 20. század a válaszoké. Minden válaszunk rossz volt. Diktatúrák, koncentrációs táborok, torz ideológiák, nacionalizmus, háború, atomenergia, környezetszennyezés, csillagháború, fölmelegedés. A 21. század Madács évszázada lesz. Ha tudunk válaszolni a létezésre, a létezés kérdéseire, önmagunk létezésének legfontosabb kérdéseire, azt csak Madáccsal tehetjük meg. Nincs más megoldásunk.